Terem a barátság! Levesben a só! Ma segíteni megyünk a helyi idősek otthonába. Indulhatunk! Az otthonban már várták a kis csapatot. Üdvözöllek benneteket! Köszöntötte őket az otthon igazgatója. Köszönöm, hogy eljöttetek segíteni. A kiskertünkre ráfér egy kis gazolás, az udvart fel kell söpörni, de akinek kedve van, segíthet a konyhán. Karcsi bácsi focizni szeretne. Julis néni alig várja, megtanítson valakit horgolni. Peti bácsinak pedig a levélírásban kellene segíteni. Fája keze is, nem tud tollat fogni. Lányok, irány a konyha! Rendelkezett nyúl Lilla. Mi nézzük meg a kertet! Mondta Mókus Marci. Róka Mikivel és Lili lányommal mi segítünk Peti bácsinak levelet írni. Szólalt meg Zabola Zoli. Köszönöm. Hálálkodott az öreg. Megír rám én, de sajnos nem tudom tartani a tollat. Miért nem ír e-mailt vagy üzenetet valamelyik közösségi oldalon? Kérdezte Róka Miki. Nem értek hozzá. Legyintett, Peti bácsi. Pedig a lányom is ezt mondja. De nem tudnám én ezt megtanulni. Nem olyan bonyolult. Erősködött Miki. Maradjunk csak a papírnál. Legyintett az öreg. Hogy hívják a lányát, Peti bácsi? kérdezte Lili. Annának. Felelte Peti bácsi. Tehát kedves Anna. Kerekítette a betűket Lili, és csak írta-írta az öreg szeretettel teli szavait. Peti bácsi nagyon szereti Annát, ugye? Persze, hiszen ő a lányom. Mosolyodott el Peti bácsi. Engem is nagyon szeret az apukám. Pillantott Lili zabol Zolira. De sok gyereket nem szeretnek a szülei. Nem törődnek velük, bántják is őket. Szerencsére a legtöbb családban szeretet veszi körül a gyerekeket mondta az öreg. Ők pedig boldogok és elégedettek. Szóval, ha apu szeret engem, nem sokára megkapom az Xboxot. Nézett Lili, incselkedve az apja. Nem mindenkinek van pénze drága dolgokra. Mondta komolyan Peti bácsi. És nem is abban mérik a szeretetet, hogy ki mennyi mindent kap a szüleitől. Az igazi szeretet ölelésekben, figyelemben, törődésben nyilvánul meg, meg abban, hogy apa vigyáz rád, aggódik érted, őrzi az álmod, ápol, ha beteg vagy. Hozzábújhatsz, ha szomorú vagy, együtt örültök, tanultok, fociztok, biciklisztek, kirándultok, társasoztok. Értem. Szállt magába Lili. Akkor én nagyon szerencsés vagyok. Néha nem látjuk, ki szeret minket igazán?-mondta az öreg. Ismered a királyról, meg a három lányáról szóló mesét? amelyikben azt kéri a lányaitól, mondják el, hogy mennyit ér ő a számukra. A két idősebb lány kincsekhez hasonlította az apjukat, de a legkisebb azt mondta neki, úgy szereti, mint a levesben a sót. A király csalódott a legfiatalabb lányában is, elzavarta őt a háztól. Még hogy mint a sót. Szerencsére a királylány találkozott a szomszéd királyfival, egymásba szerettek és összeházasodtak. A királyfi, hogy Móresre tanítsa király apósát, meghívta őt ebédre, de meghagyta a szakácsnak, hogy egyik ételbe se tegyen sót. Ézetlen is volt mind, a király felháborodott, hiszen sónélkül mit sem ér az étel. Ekkor belépett az elveszettnek hit királylány, és elismételte, amit korábban mondott. Az apja elszégyelte magát, és bocsánatot kért, mert a szeretet teszi ízessé az ételt, boldoggá a kapcsolatot. Semmiben sem mérhető, mégis. A legnagyobb dolog a világon. Nagyon szeretlek, apa. Bújt Zabolazoli ölébe, Lili. Én is úgy szeretlek, mint levesben a sót. Megyek és felsöpröm az udvart. Szólalt meg meghatottan Zabolazoli. Köszönjük, Peti bácsi, hogy magával tölthettük ezt az órát. Sokat tanultunk.